114 pályázó több mint 1000 képet küldött be az első Óbudai Fotótárlat a Római Part című kiállítás pályázati felhívására. Az Esernyős Galériában és a Szimbád Rendezvényközpontban e képek válogatásából nyílt tárlat. Hús Balázs polgármester így összegezte a kiállítást. A fényképek és sorozatok rendkívül szerteágazó érdeklődésről és technikákról tanúskodnak, és a kamera objektívjén keresztül nagyon sokféle szemszögből pillanthatunk a folyópartra, az ott zajló pillanat történéseire. Csónakházak, apró kőpiramisok, gyermekek és kutyák, a híd és a fák mind-mind egy-egy értékes pillanatról mesélnek. A kuratórium a féle művészeti szommelierként vakkóstolással, azaz a pályaműveket beküldők neveinek ismerete nélkül hozta meg döntését. A képek magukért beszéltek, így most a felkért 10 fotós, tehát a szakma hivatásos képviselői mellett 38 tehetséges pályázó 65 felvételével is találkozhatnak. Kincses Károly, a zsűri elnöke azt hangsúlyozta, hogy semmi sem kötötte meg a kezét a pályázat és a tárlat összeállítása során. Semmibe, megismétlem, semmibe sem szóltak bele egy fél év alatt. Olyan pályázati kiírást fabrikáltam, amilyet akartam, vagy amilyet helyesnek gondoltam. Olyan zsűrit állítottam össze, amelyben csak szakemberek nézték a beérkező rengeteg képet, és nem telefonáltak rám háromszor, hogy ezt a témát inkább ne, azt az embert meg igen. Szóval valami keveset visszakaptam a forrásoknál sokkal gyorsabban apadó hitemből, hogy még lehet akár normálisan is csinálni dolgokat. A pályázat külön díjait Ölvei Zoltán a Köd című képéért, Gáspár Balázs az egykori postás üdülőről készült fotográfiájáért, és Sánta Balázs a Magány című alkotásáért kapta. A pályázat harmadik helyezettje Mónus Márton lett a Római Part sorozat 7-es számú képével. A második helyen Bankó Gábor végzett a Nyár utolsó napja című fényképével, míg az első díjat Faragó Gyula Horgász az építkezésen című munkájával nyerte el. A Római Partot ábrázoló fotográfiák január 7-éig tekinthetők meg a főtéren.